Augusztusban már elkezdődnek a tanévkezdési bevásárlások. A diákoknak évfolyamonként eltérő felszereléseket, füzeteket és tanszereket kell vásárolni. Átlagosan 15-20 ezer forintot költenek a szülők, de az 50-60 ezer forintos kiadás sem ritka, ha minőségi árut keresnek. A kormány ebben az évben segítséget nyújt a kiadások teljesítésére. Ezt Rétvári Bence államtitkár jelentette be még a múlt héten. Idén augusztusban kétszer is fognak a családok családi pótlékot kapni. Egyszer a rendes idő pontban, augusztus elején, a következő napokban, másodszor pedig augusztus végén, tehát még az iskola kezdés előtt. Pontosan azért hoztuk több mint egy héttel előre a családi pótlék folyosításának az időpontját, hogy az iskola kezdéshez szükséges akár tornafelszerelést, rajzfelszerelést, tolltartót, ceruzákat, ruhákat, táskát, vagy bármi mást, amire szükség van az iskola kezdéshez, azt meg tudják venni a családok még augusztusban, és így pár nappal, egy héttel korábban tudjuk folyosítani számukra a családi pótlékot. Talán emlékeznek, hogy decemberben is van egy hasonló módosítás, akkor pontosan a karácsonyra való készülődés miatt van egy korábbi folyosítás. Itt egy héttel, 10 nappal korábban fog érkezni a családi pótlék. Máté Szalkán a 7500 háztartás döntő többségét érinti a családi pótlék korábbi utalása. Emellett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 500 gyermek. Ők Erzsébet utalvány formájában iskolakezdési támogatást is kapnak. Ennek összege rászorultságtól függően 6000 vagy 6500 forint. Nyilatkozta 35 perc című műsorunkban a Szatmári város polgármestere. Máté Szalkán a szabályozás szerint azok a családok jogosultak erre, ahol a 28500 forintot az átlagjövedelem nem haladja meg. A jogszabály ezt a felső határt engedi meg gyakorlatilag. A települések ebben szabadon dönthetnek. Mi értelemszerűen a maximum összeget határoztuk meg, hiszen minél több gyermeknek szeretnénk segíteni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azért is fontos, mert itt van például a nyári gyermekétkeztetés is. Aki erre jogosult, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, az például a nyári gyermekétkeztetésben is részt vehet. Máté Szalkán ez is csak nem 300 gyermek. Ezeknek a gyerekeknek évközben is térítésmentesen biztosítja az állam az étkeztetésüket, de jövedelemtől és a gyerekek számától függően kedvezményeket is igényelhetnek azok a családok, ahol a nettó jövedelem meghaladja a 28500 forintot. Idén szeptembertől még egy kedvezményre számíthatnak a szülők, ezentúl nem csak az elsőtől negyedik osztályosoknak jár az ingyen tankönyv. A kormány térítésmentesen biztosítja a tankönyvcsomagot minden diák számára 9. osztályig. Erre a költségvetési forrás is rendelkezésre áll. Összesen 12 milliárd forintot fordít erre a kormány.